talán 3 éves volt, és az édesapja nyári edzést tartotta a Volán telepen egy akkor még létező futballpálya környékén, és akkor is már ott sertepert élt, akkor is már Palkovicsal sertepert élt, tehát akkor már az ember tudta, hogy belőlük egyszer sportoló lesz, hogy jégkorongozó lesz, abban nem voltunk biztosak. Hát egy fantasztikus ember volt, egy közösségformáló, egy nem nagy hangadó, de olyan, akinek a véleményére mindig lehetett számítani, és buzdította a csapatot, és a pályán nagyon fair volt. Tehát én a játékát ismertem, nagyon sok mérkőzésen voltam vele együtt, tehát olyan nem volt, hogy ő valami csibészséget elkövetett volna úgy, hogy az mondjuk nem felelt volna meg a szabályzatnak. Én nekem azért gyerekkoromban, mint példakép is, játékos példaképem is volt, és később, amikor ide kerültem a felnőtt csapatba, akkor hát az első naptól kezdve, amikor a becenevemet rám ragasztotta a Kangyal Balázsa, onnantól kezdve nagyon-nagyon jó viszonyban voltunk, és sokat tanultam tőle, és hát én azt gondolom, hogy mindannyiunknak a legjobb 10 év volt a hokiba az az időszak, amikor itt együtt játszottunk, úgyhogy igazából csak pozitív emlékeim vannak. Gábor abban az időszakban játszott, amikor a magyar jégkorong sport nagyon, nagyon nagy fejlődésnek indult, és akkor azt gondolta az ember, hogy a játékosok egyre jobbak, és a Gábor is ehhez a korosztályhoz tartozik, és akkor így utólag visszagondolva viszont már azt gondolom, hogy nem feltétlen csak azért emelkedett ki a mezőnyből, mert egyre jobbak voltak a játékosok, hanem a mai mezőnyben is egészen biztosan egy kiemelkedő, kitűnő játékos lenne, és még nagyon sokáig biztosan így marad. Tehát az ő játék tudása az nem csak relatív, hanem teljesen abszolút értékben fantasztikus volt. Hogy pénzért mindent meg lehet a gyerekeknek vásárolni, mindent meg lehet váltani, de időt azt viszont, ha valaki nem hagy, nem szán, nem fordít eleget a gyerekeire, hozzátartozóira, akkor később sokkal inkább fogja bánni azt, hogy nem ezt tette, és csak a pénzt fordította rá. És ez ugyanez igaz egy csapaton belül is. Én hiszem azt, hogy ha közösségi össze tud állni egy csapat, legyen az egy serdül, egy ifi, junior, és egy felnőtt társaság is, felnőtt csapat is, és ott időt tudnak egymásra szánni a játékosok, az sokszor megtérül a pályán is. És szerintem ebből a kis Csicsó mindenképp hatalmas nagy szerepet játszott a Volánban, és hogyha valakik most hát kicsit döngetik a mellüket azzal, hogy hol jár már a magyar jégkorong, milyen sikereket ért el utóbbi pár évben, próbálnak hozzátenni valamit, azoknak egy kicsit azt mondom, hogy érdemes megnézni azokat a játékosokat, akiknek valóban köszönhetjük azt, hogy meg sokszorozódott a jégkorong játékosok száma, a jégkorong ismertsége, a szurkolóknak a száma, nagyon nagy élményt adnak, nem csak itt Székesfehérváron, hanem szerte az országban, és hogyha valaki így tud élni, mint ahogy ő élt sportszerűen, akkor én azt gondolom, hogy ezt a segítséget, vagy ezt az életet érdemes követni, és persze odafigyelni egymásra, hogyha véletlen valakit korán veszítünk el, a Jóisten idő előtt szólítja magához, akkor ne a hiánya legyen az, hogy nem fordítottunk rá elég időt, figyelmet, hanem az ellenkezőjét tapasztaljuk. Én nagyon-nagyon régen ismerem, tehát én egész fiatal játékos volt, Palkóval kezdtek együtt, és nekem mindig nagy öröm volt őt játszani, látni, mert szóval az a tűz, ami benne volt, és az erő, ami benne volt, az így több embernek elég volt. És aztán később, hogy érett és fejlődött, és mint játékos, és mint ember, egyre inkább, vagy egyre kevesebbet foglalkozott saját magával, mert úgy érezte, hogy ő rendben van, hanem állandóan a csapattal és a csapat összeállításával, a csapatban lévő erővel foglalkozott, és ez egy nagyon különleges dolog, mert az emberek általában saját magukat akarják mutatni, meg így látszatni, meg mit tudom én, így brillírozni saját maguk, és ő sosem ilyen volt. Tehát ő tisztában volt a tudásával, fantasztikus játékos volt, de ami neki nagyon fontos volt az, hogy az öltözőbe, meg a jégen is olyan impulzusok érjék, amitől a csapat előre megy. És rendszeresen erről beszélgettünk, nagyon-nagyon hosszú ideig járt hozzám, és nagyon sokat találkoztunk,
És inkább azokat a technikákat beszéltük mindig át, hogy hogy tud ő a többiekkel beszélni, hogy tud ő hatni a többiekre, hogy tudja azt az erőt, azt a tüzet átadni a többieknek, ami ennek a csapatnak kell. Tehát ami ezt a csapatot Fehérvárrá teszi, ami Volánná teszi, és hogy ebből is nyilván ő merítkezzen folyamatosan.